87-től 93-ig dolgoztam Tengelicen, Alsó-Tengelic Idősek otthonába, azt követően kerültem Szekszárdra, bízva abba, hogy egy komplexebb ellátást tudunk biztosítani idézőben, tehát nem csak egy bentlakásos intézmény működött Szekszárdon, illetve kezdtük el lerakni az alapjait, hanem ennél komplexebb, egy egymásra épülő, tehát szolgáltatásaiban egymásra épülő ellátó rendszert szerettem volna létrehozni, ami által étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres, nappali ellátó intézmények és a bentlakásos részből. A szellemiségében mindenképpen előre tudtunk lépni, és meg tudtam valósítani mindazt, amit szerettem volna, hiszen ha a szekszárdi elmúlt 20, bocsánat, x évemet veszük figyelembe, akkor 92-93-ban indultunk 55 bentlakásos férőhelyel, ma van 155 férőhelyünk, volt 2 nappali ellátó intézményünk, ma van 5, ebből egy fogyatékosokat ellátó nappali intézményem, illetve miután a fenntartás az társulási formában működik, a környező településeken étkeztetünk, házi segítségnyújtást biztosítunk azoknak az embereknek, akiknek az ellátásra az otthonukban van szükségük, illetve nagyon fontos a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amire csak azt szoktam mondani, hogy egy 24 órás biztonság minden ember számára. Miután egy előregedő társadalomban élünk, tehát egyre több lesz az idős ember, köszönhetően annak is többek között, hogy a születéskor várható átlag életkor az jelentősen kitolódott az elmúlt 40 évben, egyre többen lesznek, és egyre nagyobb igény a szociális ellátórendszer iránt. Nagyon meglepett, amikor megtudtam, hogy ebben a díjban részesülök, úgyhogy szeretném megköszönni mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy ma itt lehetek, elmondhatom a gondolataimat. Talán az elmúlt 40 év munkájának az elismerése, és én csak köszönni tudom, hogy egyáltalán megtaláltak erre a díjra.